A Fejér megyei méhészek szaktanácsadói szolgálata működik. Nyerges József az országszerte elismert méhész nem aggódik a méz minőségéért. Ugyanakkor elmondta, egyre kevesebb a lehetőség jól mézelő területeket találni, hiszen szélsőséges az időjárás is. Az idei év ö, egy kicsit gyengén indult, a repce, mint az első nagy mennyiségű nektárt és mézet adó növényünk, a ö, Viszonylag hideg időjárás és a kemény, hosszú tél hatására gyengén mézelt, de egy 5-7 kilós hordás azért bejött a méhészeknek. Utána az akát egy erős, közepes eredményt adott. Tulajdonképpen ez a pár évre visszatekintve egy jó mézmennyiséget hozott. A bürokrácia nem kíméli a méztermelőket sem. Kénytelenek megoldásért folyamodni a szaktanácsadókhoz. a magyar bürokrácia, nem tudok egyáltalán mondani, nem értek el ez a papírmunkához, és akármilyen ilyen gondom van, mindig a Józsihoz fordulok, hogy ő segítsen, hogy ebbe egyáltalán eligazodni. A magyar méztermelés egyelőre tartja, sőt megelőzi az európai minőséget, ami családok gazdája gondok ellenére ebben a szektorban keresik a boldogulásukat.